Június 9-én Pomázon is lezajlottak az önkormányzati választások, és az újra választott polgármesterrel, Reidinger István úrral beszélgetünk. A választás menetéről, tapasztalatairól, esetleg valamilyen észrevételekről, így a választásra milyen volt ön szerint? Rekord számú szavazó ment el szavazni, 61-62%, ha jól emlékszem, tehát ilyen sokan még soha nem járultak az urnák elé. Ezúton köszönöm meg a pomáziaknak az aktivitást, és hogy kifejtették véleményüket, és szavaztak az Európai Uniós képviselőkre, a vármegyei képviselőkre, polgármesterre, képviselőtestület összetételére, illetve hát aki pedig úgy érezte, a nemzetiségi önkormányzatokra is leadhatta a voksát. Érdekes, hogy most Pomázon a roma nemzetiség nem indított jelölteket a választásokon. Így Pomázon két hagyományos Pomázhoz tartozó nemzetiség, a német és a szerb nemzetiség indított képviselőket. Szervesen Pomázhoz is tartoznak. Így van, és meglepetésünkre a román nemzetiségi önkormányzat vagy képviselők is jelentkeztek, akikről úgy sok mindent eddig még nem sikerült megtudnom, de egy ilyen önkormányzat is alakult a városban. Azt vajon mi lehet az oka, hogy a roma önkormányzat most nem exponálta magát? Hát ezt kérdezzük meg majd a roma önkormányzat elnökétől, mert hát ő még szeptember 30-áig még pozícióban van, és igazából, hogy most mi történt náluk, nem tudom. Tehát csak ez csak így alakult, és... Igen. A maga a választás alapvetően ugye egy minden különösebb fennforgás nélkül lezajlott a városban. Hát megmondom őszintén, hogy fogalmam nincsen, ugyanis a választást azt a helyi választási iroda és a helyi választási bizottság vezényelte le. Én nekem olyan kötelezettségeim voltak, hogy igen, gyakran el kellett mennem, vagy ide jöttek hozzám a szavazatszámláló bizottságba delegáltak esküt tenni. Én nekem jegyző nem tett jelentést, hogy különösebb problémák lettek volna, tehát szépen lezajlottak a választások. Köszönet illeti a választási iroda lelkes csapatát is, a választási bizottság lelkes csapatát is, és hát külön köszönet a szavazatszámlálóknak, akik azért oda tették magukat, és egyrészt hát felügyelték a választás tisztaságának a rendbe menetelét, és hát utána pedig azért ezeket össze kellett számolni, ami nem volt egy kis teljesítmény, mert ugye ilyen választás még nem volt, hogy négy különböző plusz a nemzetiségekkel kelljen foglalkozni, és annyiszor kellett összeszámolni, és pontos adatokat az adatszolgáltatásban benyújtani. Ugye, igen, ahogy említetted, itt a városban négy polgármester jelölt is indult a választásokon. Ön volt ugye az utolsó, aki bejelentette, hogy indulni fog. Igen, hát már én csak ilyen utolsó vagyok, igen. Hát utoljára. Igen, utoljára jelöltettem magam. Nagy dilemma volt, hogy egyáltalán elinduljak, vagy ne induljak. Utolsó pillanatban döntöttem az indulás mellett. Nagyon sokan bíztattak, nagyon sokan kapacitáltak, hogy induljak a választáson, és folytassuk, amit eddig elkezdtünk, mert a lakosság úgy értékelte, hogy jó úton halad a város. Hát kicsit azért szomorú vagyok, hogy a választási kampány az olyan lett, amilyen. Én itt mindig hirdettem, hogy hát Pomáz a békeszigeten, mert itt már igazából nincsenek jelen politikai pártok, és nem bántjuk egymást, és hát úgy indult a választás is, illetve a kampány is, hogy nem bántottuk egymást. Hát a végére természetesen, és nagyon sajnálatos, hogy ez el tudott durvulni. Úgyhogy én csütörtökön lekapcsoltam magam mindenféle ilyen Facebook és egyéb ilyen
kedvromboló, közérzetromboló közösségi oldalról töröltem, akik nagyon erőteljesen kampányoltak és agresszívan kampányoltak, és hát nekem ilyen mondjuk péntek, szombat, vasárnap a Békeszigete volt a Facebook oldal. Én otthon barkácsolgattam, mondjuk vasárnap egész nap, csak annyira öltöztem át, amíg elmentem a családdal, és leadtuk mi is a szavazatunkat. Mennyiben volt meglepetés a végeredmény? Vagy volt-e öreg vagyok én már ahhoz, hogy meglepetések érjenek. Igazából azon azért meglepődtem, hogy nagyon sokan eljöttek szavazni, tehát ez egy kellemes meglepetés volt, és én életem során nagyon sok versenyen voltam, és nagyon sok esetben éltem át a versenytrukkot, meg a versenylázt. Itt most valahogy annyira nem éreztem át a versenytrukkot, meg a versenylázt, mert hogy ez nem egy olyan verseny volt. Tehát a tűzoltó versenyen eredményhirdetés előtt az ember lerágta a 10 körmét, hogy most hogy sikerült és mind sikerült. Igen. Most úgy, nem azt mondom, hogy rezignáltan tudomásul vettem. Természetesen itt köszönöm meg azoknak, akik bíztak bennem, és rám adták a szavazatokat. Igyekszem az elkövetkező évben ezt meghálálni, és előre mozdítani a település szekerét. Ugye említette, hogy rekord részvétel volt, ez vajon minek tudható be? Kérdezzük meg a lakosságot. A személyeknek, vagy esetleg azért, mert hogy ilyen sok jelölt indult, vajon ki tudja, ez egy érdekes. Tudom, magyar ember általában olyan, hogy ő mindig valami ellen szavaz. Nem tudom. Lehet, hogy jól sikerült a polgármester jelölteknek, illetve a szervezeteknek a mozgósítás, és sok embert meg tudtak ezáltal szólítani, sok embert el tudtak csalni a szavazófülkékhez. Lehet, hogy az volt benne, hogy érezték az emberek a tétjét ennek a választásnak, és úgy értékelték, hogy el kell menniük, és véleményt kell mondaniuk. De ezen túl vagyunk. Tehát... Rádöbbentek, hogy tulajdonképpen nem mindegy, hogy mi lesz a városban. Hát igen, és akkor gyakorlatilag most 39,5%-kal én kaptam a legtöbb szavazatot a polgármester jelöltek közül, és igazából úgy érzem, hogy akkor hogy kaptam egy felhatalmazást, hogy akkor folytathassam azt a munkát, amit elkezdtem. Hozzáteszem, hogy a választások utáni hét az nagyon kemény munkával is telt el, mert be volt tervezve már egy minisztériumi egyeztetésünk a hévállomással, leendő hévállomással kapcsolatban, és itt nagyon jó volt, hogy még a választás előtt, ezt mondtam is ott az érdeklődőknek, hogy ez most nem választási fórum, meg választási kampány miatt van, hanem azért, mert a következő héten el kell mennünk a minisztériumba, és okos dolgokat kell mondanunk. Láttak valami. Tehát igen, és most végig fogjuk járni az új hév megállónak és a buszpályaudvarnak a majdani kialakítását. Át fogjuk beszélni, és most szedjük össze azokat a gondolatokat, amit mi tovább tudunk vinni. Jöttek is jó gondolatok egyébként, és úgy gondolom, hogy maga a tárgyalás is egy nagyon konstruktív és operatív tárgyalás volt, amit a minisztériumban folytattunk, meg is dicsértek bennünket egyébként, hogy nem jellemző önkormányzatokkal ilyen konstruktív és operatív. Végre egy önkormányzat, akikkel lehetett jutni valamire. Gyakorlatilag igen, és hát most mondtam államtitkárnak, hogy hát persze, hát mérnököt kell választani polgármesternek, és nem politikust, és akkor lehet haladni. Kicsit nem ide tartozik, de egyébként valóban ezek a terv, ami
hogyha megvalósul itt a hévállomás és a környéke, akkor ezért egy elég impozáns dolog, tehát azért ez nem kis. Hát az is, meg az elkerülő út is, tehát ez a kettő nagy projekt, ami egy kicsit lefagyott az elmúlt időszakban, most úgy néz ki, hogy új lendületet tudott venni és el tud indulni, ezért nem mindegy, hogy milyen lesz. És ezért nagyon fontos, hogy ott legyen a Pomáziak szava is, tehát amit most mondok ilyen példákat, hogy hát a tervezők meg akarták szüntetni a filmgyár mellett ezt a kis gyalogösvényt, amivel a lakosok eljutnak a munkahelyükre, az ipartelepre. Noha ezt elég sokan használják. Mondjuk ezren? Naponta oda-vissza, mert a tervezők csak azt látták, hogy ott van egy sehonnan sehova vezető kis járda, akkor az mi a fenének, akkor ezt kinevezték a hévnek a biztonsági zónájának, és egy kormányrendelettel ezt be is államosították, hogy akkor ezt elveszik, és akkor ezzel továbbiakban nincsen szükség foglalkozni, és amikor észrevettük, hogy hoppát, ez így nem lesz jó, mert merre fognak járni az emberek, akkor jöttek a jobbnál jobb megoldások, hogy akkor egy kiszélesítjük a kerékpárutat egy gyalogos kerékpáros útra, és akkor azon fognak menni az emberek, igen, ám, de ez legalább egy ilyen kilométerrel nagyobb kerülőt fog jelenteni az embereknek, tehát azt mondtam, hogy ez szerintem így elfogadhatatlan, és akkor elmondtuk ezt a problémát még az előző tárgyaláson a tervezőknek. Ők is komolyan vették egyébként, mert kijöttek a helyszínre, és ki is vetítettek képeket, hogy mit tapasztaltak. Én közben felvettem a kapcsolatot az ICO ZRT vezérigazgatójával és elnökével. Megkértem, hogy ott a környékbeli vállalkozókkal, cégekkel vegye fel a kapcsolatot és véleményezzék. Visszajött levélbe, hogy ők továbbra is szeretnék, hogyha megmaradna ez a járda, és ők továbbra is biztosítani fogják a saját ingatlanjukon az ipartelepnek a megközelítését, ennek a fenntartását. Én ezt tovább vittem a minisztériumba, és sikerült elérni, és olyan jó volt, hogy már csak azon volt a beszélgetés, hogy most milyen legyen a burkolata, hogy díszkövet kérünk rá, vagy aszfaltot, vagy betont. Mondtam, hogy teljesen mindegy, járható legyen, sima legyen, igazából amit egyszerűbben meg tudnak csinálni, de lényeg az, hogy megmarad ez a kis hosiminösvény. Lesz még benne feladatunk a helyépítési szabályzattal, azért rendbe kell tenni ennek a tulajdoni viszonyait, mert hát azért nem szerencsés, hogyha most ez a kis ösvény, ez egy cégnek a magánterületén halad keresztül, tehát ezt azért valahogy ki kell szabályoznunk, és ezt rendbe kell tennünk. Beszélgettünk a közvilágításnak a kialakításáról, hogy fogjuk megoldani a közvilágítást, hol legyenek elhelyezve az oszlopok, milyen legyen a hévet és ezt a kis gyalogösvényt elválasztó korlátelem, hogy nézzen ki, milyen széles járdát lehet ott kialakítani. Amiben nem igazán tudtunk előrejönni, az ennek a területnek a csapadékvízelvezetésének a kérdése. Nekik is van egy elképzelésünk, ez nem biztos, hogy találkozik, abban maradtunk, hogy akkor a víztervezőjük kijön, a csapadékvíztervezőjük kijön a helyszínre, és akkor helyszínen fogjuk egyeztetni a hogyan továbbot, mert azért itt van növekménye a burkolt felületeknek, ez a csapadékvíz ez valahol meg fog jelenni, jelen pillanatban van egy olyan csapadékvízelvezető rendszer, ami nem igazán működik, nem jól működik, és ha már hozzányúlunk, akkor ezt úgy kell megcsinálni, hogy ez hosszú távú és végérvényes legyen. Hozzáteszem egyébként, hogy magát a választások utáni hétfőt azt én kint kezdtem a városba, ugyanis előző éjszaka csintradattában leszakadt az ég, és nagy eső volt, felhőszakadás, rengeteg csapadékot hozott, és rengeteg hordalékot hozott, tehát ezeknek a kárelhárítását végeztem, munkagépet rendeltem, rendészeket küldtem ide-oda-moda, tehát volt azért feladat, úgyhogy valamikor délelőtt folyamán tudtam csak bekavarodni a polgármesteri hivatalba, hogy tájékozódjak, hogy mi is volt itt az éjszaka. De hát ez fontosabb volt. Így van. És hát közben volt azért még olyan fontos feladat, hogy itt elindítottuk a Dózsa-György utcának a talajvíz szinten tartó rendszerének a javítását.
környékben érhet, elöntött a víz, és hát egy nagyon hosszadalmas feltárási munkafolyamat volt, és ugye pont ez is így a választások környékére esett, amikor találtunk olyan vállalkozót, aki rendelkezett minden olyan technikával, ami alkalmas volt arra, hogy egy meghibásodott csövet ki tudjon cserélni, ki tudja ásni, ki tudja cserélni, meg tudja kamerázni, vomában át tudja mosni a rendszernek az elemeit. Tettem föl róla a Facebookra képeket, hát érdemes megnézni, hogy mennyire elhanyagolt volt ez a csapadékvíz szinten tartó rendszer. Most hál' Istennek működik. Utána napokig jártam ki, kerestem, hogy hova folyik a víz, mert látom, hogy föntről gyönyörűen lefolyik és zubog, csak nem találtam meg az alját, ami miatt meg ideges voltam, hogy most valakinek a pincéjét töltjük föl esetleg, de úgy néz ki, hogy nem, most már megtaláltuk. Érdekes, hogy fölfele vezették a vizet annak idején, de hát ezzel már nem csodálkozunk, de szépen működik és folyik a patakba, tehát remélhetőleg ezt hosszú távra sikerült akkor megoldanunk. Visszatérve még egy picit a választásokra, ugye most már, tehát nyilván a választás után egyértelművé vált az új testület. Hogy képzeli a munkát velük? Jól. A képviselőtestület tagjainak tegnap volt a megbízó levélnek az átadása, ami kicsit azért furcsa, mert hogy ezt mindig az alakuló ülésen adtuk át annak idején. Ilyen kicsit gyorsnak, kicsit hamarinak. Hát meg fölöslegesnek, de hát törvény ezt írta elő, tehát nem tudtunk kibújni. Most az a képviselő, aki majd csak október 1-től fog képviselőként funkcionálni, az most az elkövetkező 3 hónap otthon nézegetheti a megbízó levelét. Tehát nem értettük ezt a nagy sietséget. Tervezhet. Jó, de ezt írta a képviselő, ezt írta a törvény elő, tehát ezt kellett betartanunk. Igazából én tegnap találkoztam összességében az egész képviselőtestülettel, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal a megbízó levél átadásán. Hát most majd el kell kezdeni persze a képviselőtestületnek az összerakását, a struktúrák kialakítását. Minden képviselőt természetesen meg fogok hívni egy beszélgetésre. Szakterületeket szét kell osztani. Tehát elképzeléseim vannak, hogy milyen irányba fogunk haladni, hát meglátjuk. Ugye most októberig van idő. Persze, csak az ember ilyenkor ugye óvatatlanul kíváncsi, hogy könnyebb lesz a munka az elmúlt 5 évhez képest, vagy nehezebb, vagy mert nem mindegy. A választáson Pomázon 3 társadalmi szervezet indult, és 3 társadalmi szervezet indított polgármester jelöltet. Én voltam a negyedik, tehát én függetlenként jöttem. Az egyik társadalmi szervezet közösen akar dolgozni a városért, a másik társadalmi szervezet szereti Pomázt, a harmadik meg rendbe akarja tenni Pomázt. Hát akkor... Ezek szerint akkor nagyszerű alkalom, problémák nem lehetnek. Én kérek egy kávét, és akkor haladjunk és csináljuk. Nagyon sok feladat van. A hírekből gondolom, hogy azért mindenki tapasztalja, látja, hogy nem lesz egyszerű az elkövetkező néhány év. Tehát már ugye most beszélnek megszorításokról, ami önkormányzatokat is érinti, tehát itt örülök neki, hogy azért tudtunk úgy tartalékolni pénzeket, hogy most is talán 1,3 milliárd forint van még a bankszámlánkon, hát ebből természetesen ki kell majd fizetni a most induló Meseli a hegy oldal csapadékvíz elvezetésének a beruházását, a tűzoltóság energetikai korszerűsítését, működtetni kell az intézményrendszer, tehát megvan a helye, ugye a képviselőtestület a költségvetésbe szétosztott ezt a pénzt, de van. Ugye ez azért nem mindegy. Hát meg ez volt, amikor 5 évvel ezelőtt a választást megnyertük, hogy nagy terveink voltak, aztán kiderült, hogy üres a kassa, de olyan szinten üres a kassa, hogy fizikailag nincs benne pénz. Hát kifizetlen számlát találtam benne, nem pénzt, és akkor hát először azokat a kifizetlen számlákat kellett rendezni. Na most ez a probléma nem áll fönt, mert szállítói tartozása nincs az önkormányzatnak, hitele nincs az önkormányzatnak.
most kell jól kitalálni, hogy akkor hogyan tudunk egy városfejlesztést, városépítést csinálni, és lehet, hogy egy picit most előre kiabálok dolgokat, ugye sokan mondták, hogy nem tettem közzé programot. Hát egyrészt azért, mert nekem van egy gazdasági programom, amit a képviselőtestület elfogadott, ez szeptember 30-áig él. Tehát gyakorlatilag ott vannak leírva, amit csinálunk. A másik dolog, hogy kell egy új gazdasági programot csinálni természetesen az elkövetkező 5 évre, és hát azért itt olyan fontos dolgokat kell a képviselőtestületnek eldönteni, hogy most egy lassú fejlődést akarunk Pomázon megvalósítani, vagy egy nagyobb léptékű fejlesztést akarunk megcsinálni, tehát merünk egy kicsit bátrabbak lenni. Tehát most már az anyagi hátterünk az stabil, most már tudunk tárgyalni külső finanszírozásról a pénzintézetekkel, hogy tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, és most beszélhetünk intézményrendszerről, beszélhetünk utakról, közérzetjavító beruházásokról, parkokról, teljesen mindegy, de el kell felejtenünk azt a világot, hogy ingyen pénzből csinálunk majd valamit. Majd jönnek ilyen pályázatok, olyan pályázatok. Természetesen, ha lesznek pályázatok, élni kell vele, pályázni kell vele. Most hozzáteszem, hál' Istennek 2 olyan pályázatunk, amiről azt hittük, hogy ez uniós pályázat mind a kettő, amiről azt hittük, hogy elutasításra került forrás hiány miatt, most úgy néz ki, hogy mégse került elutasításra, és lehet, hogy ebben még akár óvodát is tudunk felújítani belőle, meg utat is tudunk építeni belőle, de igazából most már áll olyan szinten az önkormányzat, hogy nem kell ezekre az ingyen pénzekre várni, hanem azt mondjuk, hogy egy gyors fejlesztést akarunk csinálni, akkor el kell dönteni, hogy akkor most mit csinálunk, hogy évente 100 millió forintot mondjuk ráköltünk az utaknak a építésére, és akkor földútból csinálunk burkolt utat, járdából, vagy járhatatlan járdából csinálunk járható utat, és 10 évig végezzük ezt a feladatot, és 10 év alatt mondjuk megújítjuk az összes utunkat Pomázon, vagy pedig azt mondjuk, hogy igénybe veszünk külső finanszírozást, 10 évig fizetjük mondjuk a kamatokat, meg a kölcsönnek a törlesztő részletét, és egyszerre megcsináljuk az egészet. Tehát ezt el kell dönteni, hogy ezt a képviselőtestület fogja ezt majd megszavazni. Igen, és pont ezzel a néhány gondolattal rá is kanyarodtunk arra, hogy tulajdonképpen az elkövetkezendő 5 évre akkor úgy mik a tervek, de akkor mégis most egy részét most hallottuk már, hogy... Igen, tehát remélhetőleg ennek az évnek a végén, jövő évnek az elején el tud indulni a hévfejlesztésnek a nagy állami beruházása, az intermodális központnak az átépítése, mondjuk ez 2025 környékén el fog indulni. Ugye ez mind a kettő a városnak a közlekedésére most hatással is van, de hosszú távon pedig kedvező hatással lesz. Ugye nem a mi beruházásunk, de most az előkészítő munkálatok mennek. Ami a mi beruházásunk lesz, az gyakorlatilag napokon belül indul a Meselia-hegynek a csapadékvizelvezetése, illetve a tűzoltóságnak a korszerűsítése, illetve a Goethe utcának a csapadékvíz levitele a föld alá. Tehát itt a mostani esőzés is mutatta, hogy ez fontos megcsinálni. Tehát ilyen nem lehet, hogy az utcán teljes szélességével hömpölyög a víz. A legnagyobb probléma Pomázon az elmaradt csapadékvíz elvezető rendszereknek a kiépítése, illetve a kiépített csapadékvíz elvezető rendszereknek a karbantartottsága. Tehát ezek elmaradtak, azt se tudjuk, hogy hol vannak, tehát dokumentációval nem rendelkeznek, ugye hát azért kilódunk itt a Dózsa-György utcának is a problematikájával. Szeretnék összeállítani nagyon gyorsan egy olyan ütemtervet, hogy melyek azok a belterületi útjaink, amit föl kell újítani, tehát ott új útépítést kell csinálni. Gondolok itt elsődlegesen az ilyen folt jelű utakra. Tehát van még olyan hely, ahol földút van,
kell vele valamit csinálni. Ugye most kipróbáltuk ezt a remixes technológiával készült útépítést, ami most a Várutcának a végén látható, illetve egy másfajta remixeléssel a Kóskár utcában is dolgoztak a szakemberek ilyennel. Mind a kettő nekem tetszik, tehát úgy néz ki, hogy ez jó. Tehát ezt szerintem meg tudjuk honosítani Pomázon. Martaszfalt utat nem szeretnék építeni, agyrém. A korábban az összes martaszfaltból épült utat szét kell szednünk, és föl kell újítani, mert olyan, mintha nem is lenne. Egyszerűen most már 40 millió forintot költünk rá a kátyúzásra. Egy út, aminek nincsen alapja, az 5 év alatt olyan szinten tönkre megy, hogy nem győzzük. Igen, nem ez elég abszurd. Tehát ezzel valamit kell csinálni, lehet, hogy ezt is remixbe kell átalakítani, hogy legalább egy jó útalap legyen, és utána majd teszünk rá valamit, vagy pedig abba a projektbe beletenni, amit az előbb említettem. Intézményhálózatunkat, óvodákat jellemzően meg kell újítanunk, mert rossz állapotban vannak, tehát ott is van bőségesen feladat, és hát azok a közkedvelt beruházások, amikre nagyon nagy igény van, a parkosítása, a kutyafuttató, a játszótér megvalósítása. És ugye most az elmúlt 5 évben azért nagyon sokat küszködtünk, hogy itt a jogi alapokat rendbe tegyük ezeknél is. Mert most egy mezőgazdasági besorolású területen nem lehet játszóteret meg kutyafuttatót csinálni, ezt előbb át kell minősíteni, helyépítési szabályzatot kell módosítani, földhivatalba átvezetni. Tehát azért nagyon sok feladat van, amin keresztül kell menni, és amikor ezek megvannak, akkor beszélgethetünk arról, hogy akkor most mi legyen ott. Nem egyszerű mutatvány. És nem egyszerű mutatvány, így van. Erről majd később egy kicsit majd. Akkor mégis tervek vannak, tehát hogyne. Tehát aggodalomra semmi jók, mert akkor az egyfajta folyamat, ami elkezdődött Pomázon, akkor úgy tűnik, hogy ez a szándék megvan rá, hogy folytatódjék. Így van. Hát is az a lényeg, hogy a lakosságnak jobb legyen. Hát mondjuk ezt talán az elmúlt 5 év azért ezt igazolta, hogy az önkormányzatnak azért nem közömbös a városi lakosság, tehát erre azért vannak utaló jelek. Talán ezért van az önkormányzat, és nem fordítva. Igen, úgy gondolom én is, és azért el tudtunk kezdeni olyan fejlesztést is, ami nagy küzdelem volt, és meg kellett találni azt a kis joghézakot, hogy tudunk hozzányúlni mondjuk egy főutcai járdához, amikor semmi közünk hozzá és nem a miénk, de meg kellene csinálni. Igen, ez sem az egyszerűbb feladatok. Ez sem az egyszerűbb feladatok. Hát én nagyon szépen köszönöm, még egyszer gratulálok az újraválasztáshoz, és akkor egy legalább hasonló 5 évet, hanem vagy esetleg egy kicsit jobbat. Kívánok. Ez az 5 év, ez nem volt 5 év, azért azt tisztázzuk, mert ebből az 5 évből az első néhány hónap az azzal ment el, hogy főbe akartam lőni magam, meg kimenni az ajtón, mert mondom, hogy úristen, mit vettünk át. Utána itt 2 évig a Covid-dal küzdöttünk, és utána pedig az alapozásokat tudtuk elkezdeni, tehát ez egy jó szűkített 5 év volt, csak szerintem 3 év volt az, amikor már érdemben tudtunk olyan feladatokra koncentrálni, ami az önkormányzatnak a feladata, elsődleges feladata. Inkább kívánjuk azt, hogy most ne legyenek olyan önkormányzatokat sújtó negatív intézkedések, külső tényezők, világjárványok, amik egy elgondolt fejlesztési folyamatot gátolni tudnak, vagy késleltetni tudnak. Hát legyen így. Legyen így. Kívánok sok sikert és eredményes munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.